Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szűcs Miklós, a Kamara Színház nyugdíjazott igazgatója, műsorunk vendége. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igazgató úr, maga Budakalászra beköltözött a Fillér utcába. Na, a házszámot nem mondjuk el, hogy ott ne álljanak autogrammér sorba. Mi történik magával este abban az órában, amikor az ügyelők megnyomják a gombot, és már is készül az előadás, és kinyílnak a függönyök? Mit jelez maga Megmondom akkor? Őszintén, hogy egy pár évig az elég nehéz volt, de most körülbelül olyan fél éve, hogy beköltöztünk a városba, csökkent ez a nosztalgiám. Valahogy úgy érzem, hogy túl vagyok a dolgon. Nagyon nehéz volt ez az elmúlt 4 év. És jár már színházba? Egy-két színházba járok. Van, ahova nem. Szóval az úgy kezdődött, hogy én ugye az ön színházainak, hisz a Kamara Színháznak 3 játszótere is volt, állandó vendége voltam, kritikát írtam, és férfiasan bevallom, hogy jól éreztem magamat. Imádtam a premier utáni finom kajákat, amit az élettársa főzött a színészekkel. Jó volt a hangulat, és utána fájt a lelkem, hogy ennek vége. És most, hogy van egy televízióm, a Heti TV, aminek vannak nagyon klassz kis műsorai, egymás után jönnek ide színészek és színházigazgatók, volt színházigazgatók, akik magának a kollégái voltak, vagy játszottak önnél, vagy színházigazgató kollégák voltak, és mindenki olyan pozitívan nyilatkozott magáról, hogy lehet, hogy akkor kellett volna ennyire pozitívan nyilatkozzanak, amikor közölték önnel, hogy a színház köszöni szépen becsuk. Miért kellett becsukni a színházat? Hisz nem magát küldték el, hanem becsukták a színházat. Ez nagyon érdekes. Én mai napig nem tudom pontosan, hogy mi volt az oka, mert politikai nem hiszem, hogy lett volna, gazdaságira hivatkoztak, de én ezt se hiszem igazán el. Az a helyzet, hogy a játékszín meg mi a Budapesti Kamaraszínház egy ilyen furcsa képződmény volt, a minisztériumokhoz tartoztunk, és úgy volt, hogy már több mint 10 éve átadnak a fővároshoz, de ez nem történt meg. És avval hivatkoztak, hogy ez nem a minisztérium profilja, és hogy kevés a pénz, és ezzel egyszerűen évad közben, januárban bezárták a színházat, ami a nonsense. Mi van most a játszóterek helyett? Hát az egyik az egy múzeum lett, a Tivoli, az egyik stúdióban úgy tudom, hogy most már játszik időnként az Örkény, a harmadik, a volt Ericsson stúdió, meg be van deszkázva, és még a tablón most is ott van, mocskosak az üvegek, nem szeretek arra menni se. Maga mielőtt ennek a színháznak az igazgatója lett, mással is foglalkozott. Például színikritikákat írtam, és a Színházművészeti Szövetségnek voltam az ügyvezető titkára. Aztán van magának 2 gyereke is, gondolom már unokák is vannak. Vannak, igen. Maga egy nagy étkű férfi hírébe áll, ugyanazt mondják, hogy nem a szereposztó diványon szerezte be új feleségeit, de a harmadik feleséget használja. Igen, most már több mint 25 éve élünk. Akkor egy kitartó. Igen, igen. Most megtaláltam az igazit. Én is ezt szoktam mondani. Unokák? 2 van. És valaki színész lesz belőlük? Remélem nem. Na most azt mondja el, hogy a mindennapokat ugye beköltözött a Fillér utcába. Mit csinál reggel például, mikor kell föl? Korán kellő vagyok, 6:30. Lemegy az lapokért, vagy az interneten olvasol? Hogy beköltöztünk, a kutyáinkat, azok elpusztultak most már évekkel ezelőtt, és most vettünk egy kis kutyát, egy skót terriert, úgyhogy azt reggel ki kell vinni. Tehát a 6 kutya helyett most már egy kis kutya van. Igen. Hát az egy kötöttséggel jár, reggel, délben, este ki kell vinni a kutyát. El voltam foglalva, mert az a költözés nem egy egyszerű dolog beköltözni, rengeteg könyv, doboz. De miért döntött így, hogy jön? Hát közelebb legyünk, ez inkább a feleségem, és mindig a nők döntenek. A feleségem forszírozta, hogy költözünk vissza. Az ön felesége a színházban is sok mindenbe döntött? Hisz együtt dolgoztak? Nem. A színház az egyszemélyes, diktatórikus hely. Beköltöztek? És tulajdonképpen a nyaralónk van a Balatonon, 1/2 évet a Balatonon töltök. Horgászom, kikapcsolódom, és utazom. Van horgászengedélye? Van.
Kiváltotta rendesen? De természetesen, nem vagyok orrforgász. És milyen halakat lehet a Balatonba kiorgászni? Beljebben nagyon szép pontyokat lehet fogni. 5-6-7 kilós pontyokat fogtam, még most is van a hűtőszekrényben. És meddig állnak el ezek a pontyok? Egy fél évig, körülbelül fél évig, igen, le vannak fagyasztva. És ezt akkor kezdett el horgászni, amikor még színházigazgató volt, hogy relaxáljon egy kicsit? Hogy így van, már akkor is horgáztam, igen. Tehát ez nem egy pótcselekvés, mert korábban is horgáztam. Azt mondják a horgászokra, hogy azok türelmes emberek. Én nem vagyok egy túlzottan türelmes ember, de hát csodálkoznak is, hogy én ott órákig tudok ülni. Hát ez, szerintem ez pont azért van, mert a mozgó, pörgő embereknek szükségük van egy ilyen kikapcsolódásra vagy nyugalomra. Azt mondja meg nekem, reggel föl kell, elviszi a kutyát. Előtte gondolom a feleségének elkészíti a kávét. Magamnak készítem a kávét. És azelőtt mindig, amikor az irodájával láttam, akkor láttam, hogy újságok is vannak, mert tájékozódott. Hogy tájékozódik ma? Hát most az újságról lassan leszoktam, inkább az interneten keresztül tájékozódom. Hát napra kész vagyok, a híreket mindig meghallgatom, reggel, délben az esti híradókat is, hol ezt, hol azt a tévét. Tehát napra kész vagyok a politikában, hogy a napi eseményeket ismerem. Valamikor régen a televíziók színházi műsorokat is közvetítettek, ma ennek már nyoma sem. Igaz, vannak olyan csatornák, amik régi felvételeket közvetítenek, vagy van egy olyan csatorna, ami akár operát is közvetít. Épp a mai lapszemlében láttam, hogy azt mondta az opera főigazgatója, hogy nem tudja, hogy ki és mit akar, de ő marad. Ilyen nehéz lehet egy főigazgatónak, egy színházigazgatónak az élete? Mindig kell nézni, hogy ki van a sarkába? Mert én soha nem néztem egyébként, időnként, 5 évenként pályázni kellett, és mindig meghosszabbították a szerződésemet. Én nem akarok itt dicsekedni, de azt mindenki tudta rólam, talán ezek, akik itt bent voltak, hogy ha én valakinek azt mondtam, hogy A az A volt, és hogyha nem volt papír róla, és megállapodtunk, azt én mindig betartottam. Úgyhogy senki nem, hogy mondjam, igyekeztem magam mellé állítani, vagy udvarolni, vagy arra, hogy szeressenek. Elég szókimondó vagyok, úgyhogy harcos is voltam. Ezt az utolsó csatát elvesztettem. És ha ma kiírnának 3-4 pályázatot, akkor valamelyikre pályázna még? Nem. Mert hogy? Elég volt. Nekem ez megrázó volt, és nagyon szomorú vagyok, hogy ezt a bűnt meg hibát elkövették, mert egy jó működő színház volt a mi színházunk. De az ég szerelmére, ennek már évek óta eltelt. Itt volt nálam egy színész, aki színházigazgató is volt. Igen. És hála Istennek, ugyan nagyon fiatal a srác, vagy 70 éves, de végre megint elkezdett játszani. Végre jó döntést hozott. Hogy engedheti maga meg a nézőkkel szembe azt, hogy maga, aki tud valamit, aki egy ragyogó színház ember, hogy maga kutyát sétáltasson egész nap? Azért, mert egyszer megsértették? Hát ne, én tehetek róla, hát én hogy mondjam? Na de hát, ha maga nem pályázik, hogy van joga magának ahhoz, hogy megvonja tőlem azt, amit maga még tudna adni? Nézze, 71 éves vagyok. És? Én azt gondolom, hogy persze sok mindent tudok, és többen forszírozzák is, hogy az élményeimet önt sem. De én nem a maga élményeit akarom egy könyv formájában elolvasni, én azt akarom, hogy amikor csöngetnek, mielőtt fölmegy a függöny, tudjam, hogy ott a szűcs, megint egy normális darabot tűzött színpadra. Most lehet, hogy nem lesz szimpatikus, amit mondok, de ez sajnos, én amióta az eszemet tudom, mindig beleszólt a politika jobbról, balról a kinevezésekbe. És mindig ez történt. Én meg egy ilyen kívülálló voltam, és soha nem tartoztam se ide, se oda. Engem nem érdekelt, hogy valaki jobboldali vagy baloldali színész. Az érdekelt, hogy jó rendező, jó színész legyen. Na de drága Miklós, aki a harmadik feleségét fogyassza, az tud alkalmazkodni. Az megállapodásokat tud kötni. Maga nagyon jó megállapodásokat kötött színésznőkkel, színészekkel, hisz hatalmas repertoárja volt ennek a három játszótérnek. Hát ha szabad elmondani, fantasztikus. 64 magyar darabot mutattunk be, ebből 33 ősbemutató volt. Na akkor hogy engedheti meg magának azért, mert egyszer megsértették, azért, mert egyszer rosszul döntöttek, akkor most élete végéig meg lesz sértődve? Nem sokkal egyszerűbb elengedni az arcát és mosolyogni, és azt mondani, hogy fiúk, rosszul döntettetek, de én itt vagyok. Sokkal polgárpukkasztóbb az, hogy maga ott van, és még 64. Mondok valamit, nem panasz. A mai napig nekem nem mondtak föl. Jogerős ítélet van arról, hogy nekem 15,5 millióval tartoznak, és nem kapom meg soha. Na de miért nem? Azért, mert a színháznak a pénzét a végelszámoló eltüntette. Az egész színházat gyakorlatilag kirabolták.
Ezt muszáj elmondjam. És nincs pénz, nem fizették ki az embereket, pedig kapott a végelszámoló 5 hónapra elegendő pénzt, ha akkor fölmond a dolgozóknak, mindenkinek, és a végkielégítést odaadja, akkor mindenki megkapta volna. A színészek és a műszaki dolgozókkal is egy csomó embernek nem kapta meg a végkielégítést, nincs pénz. A 15,5 millióból még többet utazhatna. Hát például igen. Na de jogi orvoslatra van lehetőség. Én nem buzdítani akarom. Hát miért? Hát most mondják, hogy menjek el az Európai Bíróságra, jogerős ítélet van és nem fizetne. Hát nem sokkal egyszerűbb lenne írni egy levelet? Túl vagyok rajta. 3 levelet írtam. Kinek? Különböző minisztereknek, akik változtak, mindegyiknek írtam egy levelet. A vagyonkezelőnek is írtam. Én a vagyonkezelőnek az életműdíjasa vagyok. A köztársasági érdemet tiszti keresztjét is megkaptam, mert nem érdekelnek a kitüntetések. Bánfi Miklós díjas vagyok, Hevesi Sándor díjas vagyok, oklevelek tömkelege van az íróasztalomba. De nem, én nem azért dolgoztam, hogy nekem kitüntetéseket adjanak, hanem azért, mert szerettem, amit csinálok. Hát akkor nem kötelessége lenne írni a miniszterelnök úrnak egy levelet? Vagy azt várja, hogy a miniszterelnök jöjjön el magához? Azt nem várom, de azt elvártam volna, hogy némelyik színházba esetleg, és volt is egy ilyen megkeresés, nem mondom, hogy melyik vidéki színházból, hogy menjek oda ügyvezetőnek, aztán végül ez is elhalt. De tanácsokat azért tudnék adni, több mint 45 évig voltam a szakmában. Akkor lehet, hogy még sincs annyira megsértődve. Szóval, ha egyszer ha az hívjanak, életben rám hallgatna, igen. Én miután itt voltam a Heti TV stúdiójában, fölvértezve hazamennék, írnék egy 3 soros levelet a miniszterelnöknek, és azt írnám, hogy miniszterelnök úr, üljünk le egy kávéra. Én a magyar népnek már legutoljára 64 darabot tudtam adni. Van még bennem mit adni a magyar népnek, és én feltételezem a miniszterelnökről, hogy ő azt szeretné, hogy ennek az országnak a lakói jókedvűek legyenek, jó színházba menjenek. És nem feltételezem, hogy nem mondaná azt, hogy Szücs úr, jöjjön, ne otthon ücsörögjön, adjon valamit. Tudja mi, Péter, megírom a levelet. Hát de miért ne írná meg a levelet? Hát azért, mert valaki bunkó volt és megsértette. Azért, mert a felszámoló, leszámoló, kiszámoló nem időbe lépett. Higgye el nekem, ott van a maga kollégája, aki egy kiváló színész volt, életében sok-sok rossz döntést hozott, aztán kibabrált vele a sors, és most végre megint ott van a színpadon, és nem ilyen savanyú pofával megy, hanem nem is látszik rajta, hogy 70 éves nem néz ki többnek 45-50-nél. Maga sem néz ki többnek akkor, hogyha elengedi magát, és kedvesen, ugyanúgy, mint a premierek előtt kint hetyeget, a vendégekkel, kritikusokkal, politikusokkal, egyszerű nézőkkel, így kéne ezt nézni, hisz van magába. Hát mindenki. Mondja nekem még valami olyat, amiről feltételezem, hogy biztos hazamegy és azt a levelet írja, de még mielőtt erre tenne fogadalmat, itt a kamerája. Mondjon nekem 3 olyan tőmondatot, na nem nekem, hanem a nézőinknek. A nézőinknek határon innen és határon túl. Azt ugye tudja, hogy hol van. Európa, illetve Magyarország első zsidó közösségi televíziójában, mert mi fontosnak tartottuk, hogy magát meghívjuk. Hisz olyan darabokat adott nekünk, mint a Róz, és sorolhatnám, amiket ma már máshol játszott. 5 Spíró volt műsorom. Tehát én pontosan tudom azt az erőt és azt a pluszt, ami magában van. Most maga mondja el az én nézőimnek, hogy mit tesz értük 2017-ben, és mit kíván nekük rajta. Lehet 3 tőmondat, de magának lehet akár kibővített mondatok, és ez a kamerája. Megfogadom a tanácsát, és hazamegyek, és 3-án feladom ezt a levelet, ez az első lépés. És ezt köszönöm, hogy erre megpróbált ráirányítani. Ha sikerül, akkor én azt szeretném folytatni, amit eddig csináltam még egy pár évig. Semmi más nem csinálnék, mint amit korábban csináltam. És érez elég erőt ehhez? Én azt hiszem, hogy még van bennem annyi erő, hogy ezt tudnám folytatni, vagy csinálni. Túl vagyunk karácsonyon, a Hanuka még itt van 31-ig velünk. Vége van az esztendőnek. Érkezik a polgári új esztendő, mert tudja nálunk zsidóknál 2-szer, és egyszer csak bejön. Ezért jó, hogyha 2 van, úgyhogy magát tiszteletbeli zsidónak fogadjuk, hogy legyen magának 2 most, hogy ennyi kreditel legyen. Tehát
biztosan nézőinket arra, hogy 2017-ben még jobb lesz, mint idén volt, és hogy várja őket valamelyik színháznak az előterébe a premierre. Ime a kamerája, mondja. Megígérem, én meg mindent el fogok követni, hogy ez így legyen. Nem tudok mást mondani. És magának is megígéri, hogy 2017-ben a régi Szücs lesz, aki mosolyog, aki jól érzi magát, aki azzal van elfoglalva, hogy hogy tudjon a társadalomnak többet adni, és nem buskomor és haragszik? Nem haragszom, én már túl vagyok ezen, de ahogy amit elmondott, én ezt fontosnak tartom, és érzek annyi erőt magamban, hogy ezt meg tudom csinálni még. És remélem, hogy lesz fogadókészség. Kedves nézőim! Az elmúlt 15 percben stúdiónk vendége volt Szücs Miklós, egy nyugalmazott színházigazgató. Tudják, így az új év hajnalán, és még hajnaltól messze vagyunk, vagy 24 órával, vagy egy picivel többet, mindenki fogadalmat tesz. Ő most megfogadta, hogy ad annyi kreditet magának, hogy 2017-ben nem csak ő érezze jól magát, hanem azt a sok-sok tapasztalatot, amit magába szívott az elmúlt sok-sok esztendő alatt, sokszor jókedvre, amikor busak voltunk és elmentünk a színházba, jókedvűen távoztunk, sok-sok tanulságos darabot tudtunk nála végignézni, nem egy színpadon, egyszerre három színpadon, hogy újra aktiválja magát, és mindent megtesz azért, hogy neki is, és ezáltal nekünk jobb legyen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hamarosan folytatjuk. Köszönöm. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm.